A fiatalság, a fogyasztás, az élvezet világában élünk. A halál gondolatát szinte mindenki elutasítja. Ezzel a témakörrel foglalkozik a The End. A színészek a próba folyamat kezdetén megosztották egymással a halállal kapcsolatos élményeiket, gondolataikat. Az első gondolatom, ami eszembe jut a halálról, nem a félelem, és nem a semmi, hanem a nagyon sok minden. És ez a próba folyamat alatt csak fokozódott. Vladimir Gröbics, a Szabadkai Népszínház szerbtársulatának művésze is játszik az előadásban. Számára a magyarul elmondott hosszú monológia jelentett kihívást. És akkor meglátom a bakét a fényeségét. Ott álltom a hatalmas kapu előtt. Végtelen csönd. Ha a színész tudja, mit csinál a színpadon, akkor a szavak jönnek egymás után. Elsősorban tisztelni kell a feladatot, akkor a szöveg is megy magától. Andrej Boka azt mondja, az előadás alapját az alkotók halállal való személyes szembesülése képezi. Ez a téma már régóta foglalkoztat, és igen inspiráló. Egyszer minden embernek szembesülnie kell a halállal. Olyan jeleneteket álmodtam meg, amelyek erre a témára asszociálnak. A The End első ismétlő előadása kedden lesz a Kosztolányi Dezső Színházban.